Szép jó napot kívánok mindenkinek, ismét lejutottunk a pincébe. Tehát a múltkori kis videóban egy 2022-es Chardonnay-t derítettünk. Na most már az idő az eltelt, úgyhogy most már le lehet a derítőanyagról fejteni. Tehát én elmondom, hogy én hogy szoktam ezt végezni. Tehát van egy vakdugó, ugye azt lecsavarom a csaptetőről, én minden esetben ilyen papírtörlővel szépen ki szoktam törölni, mert van úgy, hogy átereszt egy kicsit, aztán az megtörténik, hogy beecetesedik, vagy netán a levegő hatásáról valami mikroorganizmusok is keletkezhetnek, aztán kellemetlen ízanyag ne kerüljön be, aztán amikor ez megvan, akkor a csőrét a szépen fölcsavarom, és annyi, hogy az elejét azt én mindenképpen el szoktam venni, mert ez úgy van, hogy ugye a derítő anyaga, hogy fentről száll lefelé, ugye a csapnál ott amúgy sincs folyadékmozgás, ott a csapba is be tud ülni, meg ahogy megnyitom és keletkezik egy kis vákum, ugye akkor ott, ami a közelben van, az fel tudja kavarni, és hogy ez ne kerüljön bele a borba, ezt külön leszoktam venni, és akkor ezt szépen hagyom, és gyönyörű szépen le tud tisztulni, és ugye el lehet fogyasztani. És akkor ezzel nem járulok hozzá, hogy még plusz zavarosító anyagot teszek a borba, mert ugyanis majd ezt követően, ugyanebben a videóban, amiután ez a lefejtés megtörténik, utána a szűrésről beszélünk, és minek tegyem ki a szűrőt, ugye plusz munkának, tehát hogy eltömítse ott nekem időnap előtt. Úgyhogy, tehát most az fog következni, hogy az elejét azt elveszem, és most én ilyen PET palackot hoztam, abba fogom kiönteni az elejét. Hát az látszódni fog, hogy az nem lesz tiszta, olyan zavaros. De ugye, ha megnézzük, látszódik, hogy nem tiszta. És akkor itt egy kicsit játszok a csappal, hogy lassabban, gyorsabban nyitom, hogy ha közelben van ott még egy kis anyag, akkor az szépen hozza ki. Ezt most már, ha így megnézzük, akkor látszódik a különbség, tehát hogy ez már elég szép tiszta. Úgyhogy ez pedig az ember meg benne hagyja, vagy áttölti üvegbe, ugye hát mondjuk üvegbe szebb, akkor ez gyönyörű, szép kristálytiszta lesz, úgy meg fog szállni. Úgyhogy, és a lényeg az, hogy ilyenkor ugye hirtelen nem szabad megnyitni, hogy ne keletkezzen nagy vákum, mert akkor az üledéket az fel tudja kavarni. Én most megpróbálom ezt rányomni, hogy belenyomom egy kicsit a szivattyúba, mert centrifuga a szivattyú, hogy majd kapja fel. Igen, ez jó. Ennyi elég lesz. Ezt csak azért csináltam máskülönben, igazság szerint úgy szoktam ezt csinálni, hogy szép lassan engedem, oda megyek a cső másik végéhez, egy kicsit megszívom, ugye innen a szívó résztől a centrifuga szivattyúhoz oda jut egy decinnyi elég, ha oda jutott, abban a pillanatban felkap és nyomja kifele. Csak most, hogy pászolt a cső rá a csőre, így azt mondom, akkor nem szívom meg, hanem belenyomatok annyit. Tehát ez szép lassan, óvatosan, lassan engedjük. És majd lassan, egy kis idő múlva
megint egy kicsit jobban lehet engedni. És még amit szeretnék mondani, mert olyat is hallottam, hogy valakinek mondjuk hordóban van a bor, lederítette, és akkor a szívócsövet az beleengedi a hordóba, úgyhogy az aljától fentebb legyen, hogy akár valamihez hozzáköti, hogy az alját ne érje, de szerintem ez nem jó módszer, mert ugye a vákum azt a finom üledéket az fel fogja kavarni, és akkor magyarul megint igazából sok mindent nem csináltam. Én mondjuk azt ajánlanám mondjuk hordónál is, hogy ugyanúgy, mint ahogy a tartályból, pont úgy a legelejét azt ugye elvesszük, mert na, az látszódik a különbség, hogy az egy zavaros dolog, ez egy aránylag szép tiszta bor, és akkor szépen egy edénybe engedni kifelé, és akkor nyomatni egy másik edénybe. Ha nem akarja szűrni, hát nem akarja szűrni, én sem szűrök mondjuk minden bort, mert a vörösöket soha nem szoktam szűrni, vannak fehérekbe is, amiket nem szoktam szűrni. Igazság szerint a boroknál van egy öntisztulási folyamat, csak ugye ehhez stabil pincehőmérsékletre van szükség, és bizony időre van szükség, hogy szépen a bor az stabilizálódjon. Tehát anélkül, hogy bármi, tehát én beavatkoznék bármivel. De én, mint ahogy mondtam, én nem vagyok sem annak a híve, hogy mindent csak úgy csinálni, hogy régen csinálták, annak sem vagyok a híve, hogy teljesen az új technológia. Én megpróbálom a kettőt ötvözni. Tehát amit régen jól tudtak, azt próbálom megtartani. Amiről kiderült, hogy régen nem tudták jól, és bebizonyította az új technika vagy technológia, hogy az úgy rendben van, akkor használom azt a részét. Tehát itt most már engedjük egy kicsit bátrabban. És most már a szivattyút is beindítjuk. Na most fel is kapta, és nyomja oda az utolsó tartályba. Remélem, hogy belenyomja, nem mellé. Mert oda kötöttem a csövet, mert egyszer megjártam, én csak oda helyeztem. Aztán volt egy ilyen pillanatnyi áramszünet, az bizony kimozdult nyomás hatására mellé esett. Ilyenkor mondjuk még egy kis levegőztetés sem árt a bornak, mert ugye ha netán van egy enyhe kénhidrogénes jellege a bornak, akkor azt ha nagyon kevés, akkor a levegőből az oxigén az szépen le tudja oxidálni, úgyhogy valójában segít. Hát persze vannak az illatos borok, aromásak, ugye sokfele, hát mondjuk a nagyobb pincészeteknél, ahol erre megvan a technika, technológia, ott vagy inert gázzal, tehát anélkül, hogy érintkezzen levegővel, úgy nyomatják át, hogy az illatanyagból, abból ne távozzon semmi. Tehát akkor a lényeg az egésznek az, hogy ez szépen folyik, a legvégén, amikor nem fog folyni a csapon, akkor ott marad ugye az üledék, még azon is marad egy kis bor, és akkor fogom levenni a tetejét, most csak a közepéről a harangot levettem, tehát ahol a túlnyomás el tudja engedni, hogyha gond van, mert ez az úszófedeles tartály, ez nem parafinolajos, hanem szilikon tömlős. És akkor most ő onnan kapja a levegőt. Úgyhogy majd mikor szépen elfogom a tartályt tehát magam felé mozdítani, nagyon óvatosan, hogy ne zavarjam fel az üledéket, és akkor azt még amennyit lehet, azt még kiveszem belőle. Tehát magával ezzel a fejtéssel, erről ennyit tudok így mondani, meg ennyit tudok mutatni. Ja igen, még egy dolog van, én is megjártam, vagy egyszer jártam meg, mert aztán rájöttem. A kis szivattyú, azt be akartam indítani, és nem működött, meg volt ragadva. Azaz valószínűleg egy kicsit nedvesebb helyen volt, és megfogta, kapott egy kis rosdát. Hát akkor annyit csináltam, csak le sem vettem a hátulját, ahol vannak a lapátok, hogy hűtse a bordázatot, hanem egy kis csavarhúzóval benyúltam,
megmozdítottam, persze nem bekapcsolt állapotba, megmozdítottam a lapátot, egy pici erő kellett neki, és abban a pillanatban beindult, működött, mert máskülönben leégett volna. Tehát valószínűleg más is járt már így, mert valakitől már hallottam, hogy nem akar működni, és akkor mondtam neki, hogy próbáljon már ezt, meg azt visszatelefonált, hogy hát igen, ez tényleg működik is. Tehát mondjuk ez is egy olyan dolog, hogy nem árt, ha az ember tudja. Pici, de ahogy szokták mondani, hogy az ördög a részletekbe bújik el. Úgyhogy... Na, tehát megtörtént a lefejtés. Az alja, az üledék, ott zavarosabb bor volt, az belekerült ebbe a kis kádba. És most az fog történni, tehát ezzel ez a művelet befejeződött. Tehát felviszem a tartályt, és ki fogom mosni, ahogy az előző videóban meg lett mutatva, aszerint luggal, meg savval, és azután visszahozom, és ami ki lett, tehát le lett fejtve bor, azt a bort szépen szűrőn keresztül 0,9 mikronnal át fogjuk szűrni a bort. És akkor majd meg fogjuk azt is nézni, hogy tehát két egyforma pohárba megnézzük a szűretlent, meg megnézzük a szűrt bort, hogy a kettő között mi a különbség. Tehát látszódni fog azonnal. Hát annyi lesz, hogy ugye a bor az szét fog esni lényegében, de magához fog térni egy olyan 4-5 hét után szépen magához tér. De itt lesz most az előnye, az, hogy egyedül megfogom és felviszem. Tehát nem kell két ember, egy ember 10 kg szépen felviszi, rendezi, visszahozta, és mehet bele a másik anyag, és nem ad hozzá se pluszt, tehát a jó hordóhoz, ugye a borhoz az jót ad, a rossz hordó meg rosszat ad. Ez viszont semmit nem ad hozzá. Tiszta, amit beletettünk, azt kapjuk. Úgyhogy főként a reduktív borok, mert szerintem ez egy nagyon, nagyon rendben van. Na, tehát ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, és miután majd a tartály ide fog kerülni, akkor folytatjuk a szűréssel. Tehát ott is feltétlenül szeretném mondani, hogy pontosan, hogy milyen lépéseket kell betartani ahhoz, hogy ne kerüljön be a szűrőpapír íz a borba, mert az katasztrófa, tehát az nagyon kiérzik a borból. Tehát ha valaki egyszer ivott már olyan bort, amelyikben a szűrőpapír íz benne van, tehát nem mosták át rendesen, úgy, ahogy kell, az mindig egy életen keresztül meg fogja ismerni azokat a borokat. Hogy az biztos, hogy szűrve volt, és nem volt betartva a folyamat úgy, ahogy kell, mert ha be van tartva, akkor ez nincs a borban. Eljutottunk a szűrés fázisához, tehát az imént, amit a derítőanyagról lefejtettünk bort, ugye az bekerült a tartályba, és mint ahogy már megígértük, most pedig a szűrést fogjuk bemutatni. Na most mindenképp el szeretném mondani előzetesben, mert olyan dolgokat is hallottam már több alkalommal, hogy volt, aki használt, tehát ez egy Colombo 12-es, tehát mit jelent ez? 12 darab szűrőpapír, egy 20x20-as szűrőpapír jár bele, tehát ezzel működik. Na most volt, aki mondott olyat, hogy többféle szűrőpapírt használ egy durvábbat, egy finomabbat, egy még finomabbat. Óvaintenék mindenkit, ugyanis semmi értelme nincs az egésznek. A szűrendő anyag, azaz a bor, amit szűrni akarunk, az nem sorba halad a szűrőkön keresztül, hanem párhuzamosan. Tehát ez azt jelenti, hogy ezen a csövön, tehát ez a szívó rész, itt van a centrifugapompa,
ő benyomja ezen az oldalt a szűrendő bort, és ezen az oldalon jön ki a szűrt bor. Úgyhogy nem párhuzamosan halad a szűrőknél, úgyhogy semmi értelme ennek. Ezt el szerettem volna mondani, hogy ne is próbálkozzanak ezzel, mert jó hatást nem lehet vele elérni, tehát semmi értelme nincs az egésznek. Az viszont, hogyha mindenképp szűrni akarja az ember a bort, és mondjuk még nem elég tiszta, akkor azt kell csinálni, hogy nem a legfinomabbal, tehát már a ilyen steril szűrővel szűrni, hogy akár mit a 0,7 mikron, vagy már a 0,5 mikron, ami még lentebb van, ugye, hanem akkor meg kell kezdeni először egy kettőfelessel, 2,5 mikronos, 3 mikronos szűrővel leszűrni, hogy a nagyobb mennyiségű szennyeződést azt szedje ki belőle. És akkor hagyja az ember vagy 10 napig, 2 hétig, és akkor esetleg ugyanúgy lesz annak is valamennyi pici üledéke, arról szépen lefejti, és akkor úgy szintén, akkor már akár egy 0,7 mikronossal is át lehet szűrni. Na azt viszont hozzá kell tenni, ugye a bornál, ha beavatkozunk a bor folyamatába, ezzel nincs mit vitatkozni, ez így is van, tehát minden vékonyít a boron. Tehát akár a derítés, ugye az is vékonyít rajta, hát stabilizálja a fehérje szempontjából, meg polifenol szempontból, ha dolgozunk ezzel a polivinil-polipiridonnal, de vékonyít. Azért van az, hogy amikor csináljuk a kísérletet esetleg, hogy több palackba leteszünk bort, és akkor mindegyikbe derítőanyagot teszünk, és mindig amelyik, ha mondjuk van két egyforma tisztaságú, akkor mindig a kisebbet vesszük alapul, hogy minél kevesebb anyaggal dolgozzunk, mert minél több anyagot teszünk a borhoz, annál több mindent vesz ki belőle. Jó, hogy ő stabilizálja, elvégzi a feladatát, de vékonyít a boron. Tehát ugyanúgy vékonyít a szűrés is a boron, de a helyzet az, hogy a bornak van egy öntisztulási folyamata, ugye az végbe menne, ha körülmények rendben vannak, akkor ha időt adunk neki, akkor az úgy szépen rendben végbe megy. De hát nem mindig van az embernek ilyen lehetősége, hogy na most akkor 2 évet, 3 évet tudjon várni. Ellenben ezzel vékonyítani fog a boron, de ez is sok olyan anyagot ki tud szűrni a borból, amelyek a későbbiekben károsan befolyásolhatják magát a bornak a fejlődését. Tehát ennyit szerettem volna előzetesben mondani. Most az van, tehát olyat is hallottam, hogy volt, aki azt mondta, hogy ő borba áztatja be. Én azt mondom, hogy semmi értelme nincs az egésznek, kár elpocsikolni a bort. Én azt mondom, hogy tiszta vízbe, én nem dolgozom csapi vízzel, hanem veszek tiszta ivóvizet az üzletből, és azt teszem bele, hogy minél kevesebb kálcium, magnézium legyen benne. Tehát akkor itt van a 12 szűrőpapír, az egyik oldala durva, a másik a sima, tehát ez egy fontos dolog lesz, majd amikor rakjuk befele a lapokat, mert hogyha el akarjuk érni a legnagyobb minőségű szűrést, akkor mindenképp helyesen kell berakni. Tehát itt most egy rövid áztatás, tehát tiszta vízben, tiszta ivóvízben fog megtörténni. Úgyhogy... És arra kell vigyázni, hogy ne deformálódjon a szűrőpapír. Töltök hozzá egy kis vizet. Tehát ez körülbelül addig 2-3 perc, tehát amíg látjuk nagyjából, hogy levegő buborékok jönnek felfele, addig hagyjuk. Ő megszívja magát vízzel. Csak mondom, arra próbáljunk vigyázni, hogy maradjon nagyjából, amennyire lehet függőlegesen, hogy ne deformálódjon el, mert könnyebb belerakni a szűrőbe. Tehát ez a része a durva.
és ez a sima rész. Tehát mindenképp úgy kezdünk, hogy a durva rész az kerül maga a szivattyú felé. A következő az viszont a sima résszel. És akkor ezt játsszuk el egész a végéig, azaz durva, sima, durva, sima. Következő a durva. És ugye vigyázunk az alján, mert ott van egy kis fülecske, hogy arra ráfeküdjön az alja a szűrőpapírnak. Szintén a következő már akkor jön a simával. Következő a durva. Ha jól dolgoztunk, ugye a durvával kezdtük, az néz a szivattyú irányába, lévén az, hogy 12 páros, tehát azt jelenti, hogy az utolsónak, ha jól dolgoztunk, akkor a sima fele kell a szivattyú felé nézzen. De én azért úgy szoktam csinálni, hogy a biztonság kedvéért azért mindig átnézem. Durva, sima, durva, sima, durva, sima, durva, sima, durva, sima. És akkor ez így már biztos. Na most a következő, ugye, hogy a pillangó csavarokat, amik itt vannak hátul, ezeket szépen rá fogjuk húzni, de nem fogjuk teljesen ráhúzni, tehát ameddig csak bírjuk, hanem amikor a tömítő anyag az egy kicsit deformálódni fog, addig fogjuk egyenlőre húzni, és szimmetrikusan, ha egyetlen egy mód van rá. Kezd egy kicsit nehezebben működni. Most a tömítéseknél nincs hézak, tehát most már sokat nem kell húzzunk. 100%-osan, tehát a pillangócsavart nem húzzuk meg addig, ameddig bírjuk teljes erőből, mert ugyanis először a szűrőt átmossuk vízzel. Ezt is tiszta ivóvízzel szoktam, tehát veszek az üzletből inkább vizet, mondom, csapi vizet nem használok. És átmossuk, tehát ennek, hogy nincs 100%-osan meghúzva a pillangócsavar. Itt a lényeg az, hogy a tálca, ami alatta van, tehát ez a kis tálca, ugye, amiben szokott csepegni, ebben majd mosásnál nagyobb mennyiség ki fog csepegni, azaz ezáltal is mosódik kifele a szűrőpapír íz, tehát jól mossa átfele. És majd, amikor a vízzel átmosattuk, és majd kezdődik magának a bornak a szűrése, akkor előtte, ameddig csak bírjuk, meg fogjuk húzni a két pillangócsavart, hogy akkor is fog csepegni, de akkor már nagyon kicsi mennyiség fog csepegni. Az előzetesben azt is elmondanám, hogy persze a bornál, a víznél nem logikus, hogy a mosatásnál az semmiképp nem öntenénk hozzá. De olyat is hallottam már, hogy valaki sajnált azt a 1 litert, 2 litert, amennyi kicsepegett, azt hozzáöntötte. Ne öntse senki hozzá, az menjen a pálinka alapanyaghoz, mert beviszi. Tehát az, ha belenyomja az ember az ujját, azt megkóstolja, érződik rögtön az a szűrőpapír íze, és az kellemetlen, nagyon kellemetlen tud lenni a borban. Na most a mosatásnál, mint ahogy elmondtam, tiszta ivóvízzel bánok, és én még szoktam beletenni, hogy a jobb eredmény elérése véget, citromsót a vízbe, mert ezáltal a közeg egy kicsit savas lesz, ugye a citromsó vagy citromsav az nem egy boridegen anyag, és lévén, hogy savas,
enyhén savas közeget fog képezni, ezáltal jobban fogja mosni kifele a szűrőpapírízt. Tehát nagyobb mennyiség távozik belőle. Tiszta ivóvízzel szűröm át először is a szűrőpapírt, és ebbe citromsót. Tehát a citromsav az amúgy is nem egy boridegen anyag, úgyhogy körülbelül ennyi citromsót szoktam beletenni. Ez miután feloldódott, azután be fogom indítani a szivattyút, és akkor hagyunk neki időt. Hát igazság szerint ez nagyjából egy olyan 2 óra hosszát én szoktam működtetni. Tehát ez körülbelül én itt egy olyan jó 20-22 liter vízzel át szoktam öblíteni. Tehát akkor most már be fogjuk indítani a szivattyút, és akkor itt fogja keringtetni a vizet. Teszek egy vedret, hogy csepegjen bele, vagy folyjon le a tálcából a víz. Tehát megtörtént, átmosattuk a szűrőpapírt, persze járattam a szivattyút addig, amíg kinyomta magából a vizet, tehát most a csőben nincs víz. Most már innen a szívó részt, azt elvittük a szűrendő borba, oda be van téve az edénybe, és ez a másik rész, ez pedig len jön a tartályba, tehát ezen fog eljönni a szűrt bor. Na most, mint ahogy már mondottam, most mielőtt hozzáfogunk a borszűréséhez, most a pillangó csavaron annyit húzunk, amennyit bírunk. Tehát itt látszódni fog majd, hogy a tömítőgyűrük azok szépen meggömbölyödnek. Na, már látszódik a felületén, hogy most már nem is nagyon enged többet. Még egyet. És ezzel meg is vagyunk. Ami megint egy nagyon fontos dolog az átmosatás után, hogy a bor elejét, azt elvesszük. Tehát én körülbelül egy olyan 4 liter, 5 liter körül el szoktam venni. Na most két lehetőség van. Van egy olyan lehetőség, hogy beleteszem a szűrendő borba a szívócsövet, tehát mindaddig veszem kifele, ameddig habosan jön, azaz levegővel van együtt, mert addig kavarja, és áthozhat bizonyos anyagokat. Tehát ott már szépen buborékmentesen fog jönni az anyag, akkor szépen elveszem, és hagyom, hogy hagy folyjon belefele. Vagy van egy másik lehetőség is, tehát ha valakinek egy nagyon értékes tétele van, és nem akarja elvenni belőle azt a 4-5 litert, az elejét a bornak, akkor van egy olyan lehetőség, hogy egy olyan 5 liter körül, tehát beteszem a szívó csövet magába a PET palackba, mondjuk azzal hozom le, és akkor kiszívja belőle az 5 liter bort, és átnyomatom, és kiveszem azt az 5 liter, tehát keresztül nyomatom. Igen ám, de amikor ő kinyomta az egészet, akkor magát a szívócsövet, és amin már a szűrt anyag jön, azt tehát a szűrt anyagnak a csövét beleteszem ugyanabba a tartályba,
olyankor, és akkor beindítom a szivattyút, persze az elején ugye habosan fog jönni, mert fel van kavarva, tehát levegőt kap, és még az ki nem dolgozza magából, addig engedem bele magába a szűrendő anyagba, tehát amit kívánok majd szűrni, és csak akkor veszem el a csövet, amikor már nem jön buborék. Mikor nem jött buborék, akkor szépen engedem bele a tartályba. Mert ugyanis addig is megtörténhet, hogy ezzel a levegővel, hogy kavarodik, és akkor valami anyagot át tud vinni. Na majd azt is meg fogjuk nézni. Lehoztam itt két poharat, hogy néz ki a szűrendőbor és a már megszűrt bor, hogy mekkora a különbség a kettő között. Na, tehát akkor én most ezt szépen be fogom indítani, és persze arra nagyon vigyázni kell majd, ha fogy már amit meg akarunk szűrni bort, nagyon kell figyeljünk arra, hogy a cső az mindig lent legyen, nehogy közben levegőt szívjon, mert akkor megint felkavarodik, tehát azok az anyagok, amiket ő már megfogott, ha levegő jut bele, akkor fel tudja kavarni, és valahol keresztül szakítja a szűrőt, és akkor áthozza, akkor megint nem szűrtünk minőségben. Tehát ezekre a dolgokra kell odafigyelni. Tehát akkor most indítom a szűrést. Tehát habosan jön, látszódik, hogy jön habbal. Ez szikrázó nap lenne kint, akkor prímán látszana a különbség. Mondjuk itt színbelileg látszik, hogy ez sötétebb, ez világosabb. Tehát ennyit szerettem volna a szűréssel kapcsolatban mondani. Megint hozzáteszem, hogy én így szoktam elvégezni, aztán hát, ha ez valakiknek tud segíteni. És a lényeg, amikor már a vége fele vagyunk, akkor nagyon fontos az, hogy az a cső, amelyik szívja magát a szűrendő bort, arra nagyon kell vigyázzunk, hogy az nehogy falcs levegőt kapjon, tehát tartjuk a csövet az alján, és billentem a tartályt, hogy az összes tudja kiszívni, ahogy kiszívta az összest, megemelem a csövet, hogy levegőt ne kapjon, és amikor eljut a bor a szivattyúig, tehát már úgymond a levegő nélküli bor, és azután kezdi a levegőt nyomni, akkor fel fogja kavarni, és arra kell nagyon vigyázni, hogy az elmenő rész, tehát ahol már a szűrt bor folyik bele a tartályba, vagy hordóba, vagy attól függ, kinek milyen van, ott is már el fogja kezdeni nyomni habosan, tehát azt már semmiféleképpen ne engedjük hozzá, hanem azt a keveset átnyomatjuk bele külön egy vederbe, egy palackba, valahova, és azt már ne öntsük hozzá magához a borhoz, mert ugye olyankor már megtörténhet, amit mondtam, hogy valahol átszakad a szűrő, és akkor bevisz bizonyos anyagokat, amit ő már ott kiszűrt, és magyarul nem sok mindent csináltunk, mert csak bele fog kerülni a borba ilyen kis apró részecske, és az ott lebegni fog nekünk a borba, és az nem lesz kellemes, tehát sem a szemnek, sem ízbelileg. Na hát, ennyit szerettem volna mondani a szűrésről, és ha valakinek esetleg kérdése van, ha úgy van, ha tudunk rá válaszolni, akkor megválaszoljuk. Köszönöm szépen a figyelmet!
Thank you.